A kormány döntése alapján a jövőben valamennyi járásban épül majd honvédelmi sportközpont. A lőterekkel is rendelkező multifunkcionális szabadidős sportlétesítmények, közösségi programok, küzdősportok, általános képességfejlesztő foglalkozások, valamint elméleti képzések megtartására lesznek alkalmasak. A cél az, hogy a sportközpontokban állandó összetartó közösségek alakuljanak ki. Az első honvédelmi sportközpont alapkövét február végén Balassagyarmaton rakták le, másodikként pedig pénteken Újfehértón indult el az első ünnepélyes lépéssel a beruházás. Régóta van egy ilyen típusú társadalmi igény. Elsősorban a fiatalok aktivitása vezetett minket arra, hogy fontos, hogy adjunk lehetőséget a fiataloknak honvédelmi típusú sportágak gyakorlására szervezett, fegyelmezett, szabályozott keretek között. A honvédelmi sportközpontok egykoron, mint régen az MHS hasonló típusú tevékenységgel szeretne majd működni. Ugye ezért hoztuk létre a Honvédelmi Sportszövetséget is, köztecsületként működik. Most már több mint 220 tagszervezetünk van, bővülő létszámmal. Itt alapvetően a sportlövészet, a küzdősportok, a technikai sportok a gyakorlására szeretnénk lehetőséget és méltó körülményeket biztosítani. A város polgármestere szerint a sportközpont új lehetőségeket nyit meg az Újfehértón már tradicionálisnak számító sportágok képviselői, valamint a lövészet iránt érdeklődők előtt. A fiataloknak egy olyan lehetőségük lesz a honvédelmi nevelésre, illetve a küzdősportok elsajátítására, ami eddig nem volt meg a városban. Itt a majd a megépülő honvédelmi sportközpontban erre sok lehetőségük lesz. Bízom benne, hogy élni is fognak vele, hisz Újfehértón a küzdősportoknak komoly hagyománya van. Ugye a Kempo Egyesületünk az úgymond világhírű, vannak tékvandó szakosztályaink is, tehát bízunk benne, hogy minél több küzdősport már űvző gyerek fog itt tudni dolgozni, illetve további gyerekeket fogja ez ide csábítani. Valamint ugye lesz egy 10 állásos lőtér, amely a kispuska és pisztoly használatára fogja megtanítani a fiatalokat, vagy akit érdekel, és ez is egy kulturális szórakozás lehetőség lesz majd nekik. A térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy régi vágyuk valósul meg a sportközpont létrejöttével. Újfehértón itt a hazafias nevelésnek és a honvédelmi nevelésnek egy központja van Isten igazából, hiszen ezek a fiatalok, akik itt élnek, mindig is a harcművészetet magas színvonalon művelték, máskülönben pedig, ha a honvédségre gondolok, akkor a tartalékos haderőnek oszlopos tagjai vannak itt, élnek itt Újfehértón. Úgyhogy ezért is, és a környező városok vonzásképessége miatt is, gondolok Nyíregyháza, Debrecen, fontos létesítmény ez a honvédelmi sportközpont. A közel 900 millió forintos beruházás eredményeként egy 700 négyzetméteres épület együttes készül el a jövő év nyarára. Balassagyarmat és Újfehértón mellett az első körben, még Szarvason, Szigetváron és Baján épül honvédelmi sportközpont.